Megérkeztünk a Pörbei Ökoturisztikai Központhoz. A hátam mögött látható, hogy perceken belül indul a kisvasút, úgyhogy nagyon kell sietnem, hogy most elmondjam, amit szeretnék. Tehát ezen a területen olyan fokozottan védett növény- és állatfajok találhatóak, amit az erdőgazdálkodás munkatársai nyilván óvnak, védnek, hogy gyarapítsanak, és ez így is van, ezért különböző tanösvényeket és meghatározott túraútvonalakat alakítottak ki, hogy mindenki számára elérhető legyen ez a gazdag vidék, és megtekinthessék. Többek között például a kisvasútról is páratlan látvány nyílik majd elénk, hogy megismerhessük az Ökoturisztikai Központot. Hamarosan felszállunk, jöjjenek velünk! Ezt a kisvasútot a 80-as években állítottak forgalomba, természetesen teljesen fel van újítva, hogy azt majd a képeken is láthatják. Hát induljunk, én már nagyon izgatott vagyok. Hamarosan Angéla elmondása szerint, ígérete szerint szarvasokat és vadisztókat is fogunk látni. Hát nagy élmény nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is, egy ilyen erdei. 2015-ben ünnepeltük a Gemenci Erdei Vasútnak a 100 évét, egy jubileumi év volt. Az első szakaszt itt az ártéri erdőben még anno a kalocsai érseki uradalom építette, és nem a kirándulókat szállította, hanem a faanyagot szállította az Erdei Vasút, és nem állandó vonalak voltak, hanem mind itt az adott helyszínekre költöztették a sineket, illetve a gördülő állományt, mindig ahol volt éppen a fa kitermelés. Most már a 100 éves múltjában, most már egy fix pályával rendelkezik az Erdei Vasút, ez közel 30 km hosszú, Pörbölyről Bárányfokig, most jelenlegi menetrend szerint Kesselyűsig utazhatnak a kirándulók, egész évben használhatják. Azt mondjuk, hogy itt a Magyarországon egy olyan kisvasút, aki nem csak a kirándulókat szállítja, hanem még jócskán az erdőgazdálkodásban is besegít, illetve mivel a faanyagot a mai napig még az Erdély Vasút segítségével hordjuk ki, sőt, hogyha jön egy-egy nagyobb árhullám, akkor az Erdélyi Vasúttal tudjuk kimenekíteni a faanyagot leginkább, a legtovább, mert még stabil útvonalon ki lehet hozni. Lassi állomásra utazunk, ahol a halászati gyűjteményünk található, illetve van egy játszótér, van egy különleges eleme a játszótérnek, egy varsamászóka, és megnézzük, hogy mit találhatunk most ott. Labirintus, azt nézd! Megnézd, mekkora karika! Megérkeztünk Lassi megálló helyre. Ez a családoknak a kedvenc megállója, mondhatom akár úgy is. Neve, az egy különleges név, a Lassi. Azt mondják, van egy legendája. A háta mögött lévő épület egykoron csárdaként üzemelt, és Baja és Szekszárd között itt haladt el egy útvonal, egy járható földútvonal, amin jártak az ott éppen úton lévők, és itt megálltak a csárdánál, és azt tartják, hogy a lovasotok mindig kiábáltak, hogy lassíts, és akkor innen kapta a nevét. Valószínű, hogy a földrajzi elnevezését onnan kapta, hogy itt a Dunának a vízfolyása egy kicsit lelassult, és itt volt régen egy kompátkelőhely is, az érsek családról itt járt át a komp. Itt van egy különleges eleme is a játszótérnek, egy varsamászóka, amit mondhatom akár, hogy a világon egyedülálló, egyedi tervezés alapján készült el. Fő attrakciónk, ami itt van, ez a halászati kiállítás, ahol a kiállításban a halászati eszközökkel ismerkedhetnek meg
az érdeklődők, illetve egy dioráma is helyt kapott, ahol különböző halfajokat és madárfajokat, hüllőket, rovarokat ismerhetnek meg. Gemenc a hírnevét, a világhírnevét egyetemen a gímszarvasról kapta. A gemenci gímszarvas az nagyon híres és nagyon jó génállománnyal rendelkezik itt az ártéri erdőben, de ezen kívül, mint nagy vad, nagyon sok vaddisznóval lehet találkozni, illetve már van sakál is, róka, kisebb számban őzekkel is lehet találkozni bent az ártéri részen. Ami még fontos, a madárvilága, ami híressé tette. A fekete gólyát nagyon szeretjük, van a Gemenc ZRT-nek is a Magyar Madártani Egyesülettel és a Dunadráva Nemzeti Parkkal közös projektben egy bekamerázott fekete gólya fészke, ami itt már 5. éve figyelhető egy fekete gólya párnak az élete, hogy hogyan nevelik fel a fiókákat. Itt az ártéri erdőben közel 40 pár fészkel, úgy tartjuk, hogy Európában itt a legnagyobb az egyet sűrűsége a gemenci erdőben a fekete gólyának. Ezen kívül a rétisas állomány is nagyon jónak tekinthető, ők egész évben megtalálhatóak itt nálunk az ártéri erdőben, de akár mondhatnám a barnakányát, a szürkegémeket, akik itt a közelben is egy telepen élnek a Rezéti Duna partján, de kócsakokat, kanalas gémeket, de a kisebb madarakat említem, akkor a jégmadarat is meg lehet itt figyelni. A lassi pihenő után az erdei kisvasutat hagyjuk tovább zakatolni Kesselyüs felé a kirándulókkal. Mi nem tartunk velük tovább, mert vár ránk Barabás Tamás, hogy az itt működő erdei iskoláról beszéljen. Nagy élmények várják itt a gyerekeket, főleg, hogyha ránézünk erre az 2016-ban felújított erdészeti erdei iskolára, teljesen megújultunk, és hála Istennek azt tudom mondani, hogy most már az idei évre bentlakásos csoportot a május, június, júliusi időszakban már nem is tudunk fogadni, mert egyszerűen megtelt akkor az érdeklődés, de még várjuk az egynapos csoportokat, őket mindenféleképpen. De mi is arra koncentrálunk, hogy ugye kivigyük őket, hiszen ők arra jönnek ide, hogy kint szeretnének lenni a természetben, és hát amiket kínálunk szolgáltatásoknak, az a nagy része az kint is történik. Ugye evidens, hogy itt van az erdei vasút, úgyhogy ezt legtöbbször igénybe is vesszük. Akkor megjön egy csoport, nem csak arra kell figyelni, hogy mit mondunk a gyerekeknek, hanem azt hogyan is mondjuk. Mert ugye teljesen másképp kell kezelni egy első osztályos, meg teljesen másképp mondjuk egy gimnazistát, vagy akár felnőtt csoportokat is, hiszen ilyen erdőpedagógiai foglalkozásokat nem csak gyerekeknek tartunk, hanem akár egyetemistáknak is. Például most volt egy bentlakásos csoportunk a Debreceni Egyetemről. Tamás elárulja, a nyárra szabad helyük már nem nagyon van, és pont a nagy érdeklődés miatt még két tábort szerveztek, amikre lehet még jelentkezni. Az egyik egy napközis tábor július végén, míg július elején a 8 és 14 éves gyerekek a nyomkereső vadásztáborban szerezhetnek életre szóló élményeket maguknak. Nagyon sokan igénybe veszik a kenuzást, ez egy nagyon jó lehetőség, hiszen kimegyünk a Rezéti Dunára, ott letesszük a kenukat, az erdei vasúttal szállítjuk odáig a vendégeket, illetve a gyerekeket, ott kenuzunk egyet, és akkor onnan pedig visszajönünk. Általában a kenuzás egy egynapos történet szokott lenni, de ezt majdnem mindenben lakó csoportunk igényli egy ilyen napot. Ezen kívül még a kerékpározás, ami nagyon sokszor elő szokott fordulni, ez akár egy félnapos vagy egésznapos program is lehet. Meg lehet tekinteni nálunk kiállításokat, itt van a Gemenc kincsei kiállítás, de nagyon sokszor kimegyünk a méhészeti kiállításunkba, ahol méhész szakemberekkel a gyerekek megismerkedhetnek a méheknek az életével, meg mégis a méhész készítéssel, hogy ez hogyan történik.
A természetvédelmi oltalom alatt álló védett és fokozottan védett területek növény- és állatvilága az itt dolgozó szakemberek munkájának köszönhetően erősödik és gyarapodik. Aki eddig még nem vetett szemete felbecsülhetetlen drága könél ékesebb kincsre, nekik egy tanácsunk van csak. Ne nekünk, hanem a szemüknek higgyenek, de ha nem hisznek, hát járjanak utána. Újra és újra és újra.